Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem Önöket a 21. Aszódi Fesztivál keretében megrendezendő Morpheus galériájának megnyitóján. Először is szeretném külön köszönteni az ősi fészekbe visszatérő Podmanicki családot, a Morpheus galériának alkotó résztvevőit, a támogatókat, a segítőket és a kiállítást megtisztelő vendégeket. Köszöntöm Aszód város polgármesterét, Aszód város jegyzőjét, valamint a környező polgármestereket és a testvérvárosok delegációit. Néhány gondolat a kiállításról. A kiállítás megrendezésével kettős célunk volt. Egyrészt fölhívni a figyelmet a kastélyra, valamint arra, hogy a magyarság egyik kitűnő értéke pusztulófélben van. Másrészt egy olyan kulturális érték létrehozására törekedtünk, ami méltó a podmanickiak aszódi ténykedésének több száz évéhez. Ezért szerveztük úgy a kiállítást, hogy a bárói család művészei mellett aszódi és aszódhoz kapcsolódó művészek együtt jelenjenek meg, mert szimbolizálni szerettük volna a család toleráns életmódját, amit Aszód város lakossága a család távozását követően életvitelében azóta is folytat. Fontos dolog, és ki kell emelni, hogy minden alkotó, segítő, támogató azonnal igent mondott hívószavunkra. Elnézést kérek, hogy minden alkotót nem említek meg név szerint, de ha megengedik, a Podmanicki család művészeit szeretném név szerint felsorolni. Podmanicki Ágnes, Kutas László, Hoffmann Henriett, Kutas Ágnes, Kutas Diana, Tomas Zsiska, Erős Ágost Koppány, valamint Cseh Lili. Úgy gondolom, hogy a hely szelleme, valamint a résztvevők személye és munkássága a garancia arra, hogy igazán egyedi és a reprezentatív tárlatot sikerül bemutatnunk Önöknek. És most szeretném felkérni Sztán Istvánt, Aszód város polgármesterét, hogy köszöntse a vendégeket. Hölgyeim és uraim, kedves aszódi barátaink, kedves testvérvárosból érkező polgármesterek és delegáció tagjaim. Én úgy gondolom, hogy ez egy rendhagyó kiállítás, azért is rendhagyó, mert Aszód városába hosszú éveken keresztül működő Petőfi Múzeum sorsa nem abba az irányba halad, amelyben Aszód város lakosság és a környező települések lakossága kívánta volna. Én örömmel fölkaroltam, amikor Asztalos Tamásék, Odler Zsolt azt mondták, hogy
a 21. Asszony Fesztivál harmadik testvérvárosok találkozóján, a Podmanicki kastély János szárnyában csináljunk egy kiállítást. Azt gondolom, hogy akik beérkeztek ide ebbe a terembe, balra-jobbra láthatták már azt a kiállítási anyagot, azt a temérdek anyagot, ami ide fel lett halmozva, és ebből is látszik, hogy milyen gazdag repertoár van ebben az országban. Üzenet mindenki számára, hogy a múzeumokat nem szabad bezárnunk. Nem szabad lehetetlen tenni a múzeumok működését, mert erre a sorsra jutunk, hogy egy ilyen ódon, bár asszúrdiak szívéhez nagyon közel álló Podmanicki kastély János szárnyába sikerült ezt a munkatársaknak ezt a gyönyörű kiállítást megrendezni. Üzenet valójában, ahogy Odler Zsolt is mondta, a Podmanicki kastély további sorsa. Bízom bennem, hogy a kormány majd a kohézis alapból a Széchenyi tervben lehetőséget ad a közép-magyarországi régióban lévő kastélyok rendbetételére is. És én itt kérek mindenkit, aki hallja, és örökön keresztül másoknak, hogy igenis meg kell mentenünk ezt a kastélyt. Meg kell menteni, mert ez egy nagy értéket. Nagy értéket adtak a régmúlt Podmanicki család asszonynak. Én szeretném megköszönni minden alkotónak, minden olyan segítőnek, aki a kiállítást megálmodták, megtervezték, kivitelezték, és azt kívánom magunknak, hogy sok-sok ilyen kiállításon vegyünk még részt. Én kívánok önöknek a 21. Asszony Fesztivál keretén belül jó szórakozást, legyenek este 20 órakor vendégeink az új Szent István téren, ahol a Podmanicki Zeneiskola szimfonikus zenekara ad koncertet. Köszönöm, hogy meghallgattak, mindenkinek minden jót kívánok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen polgármester szavait, és most szeretném felkérni a Podmanicki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóját, Rónai Lajost, valamint kollégáit, Bókai Borit és Rónai Zoltánt, hogy tartsák meg műsorokat. Virágos
a bácsuló után rezeg a szakálla, ihaj, ihaj, rezeg a szakálla. Szöktözik a bohátka, akar házasodni, ihaj, ihaj, akar házasodni. Köszönjük szépen ezt a rövid kis műsort. Itt szeretném megjegyezni, hogy a Podmanicki Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az egyetlen közintézmény a Szódon, akik a Podmanicki nevet viselik. Én azt hiszem, hogy mind a névadó, mind az intézmény munkássága méltó ehhez a kapcsolathoz. Köszönjük szépen még egyszer a műsort. Most pedig szeretném felkérni Kutas Ágnes és Tomás Zsiskát, hogy tartsák meg ők is a kis műsorokat. My budeme aj rozprávať česky, slovensky, maďarsky. We will play also in Hungarian and Slovak or Czech music. The roots are from Czech brothers. Gyukirek. Ez a gyukér. Családi gyukér. Hadi. Thank you.
Ooh.
Köszönöm, köszönöm. Utolsó szám, Páva. Thank you.
Köszönjük szépen a Podmaninszky család két művészének ezt a nem mindennapi zenei csemegét. Azt hiszem, hogy a különleges zenei élmények kulacsából sikerült most egy jó nagyot húzni a hallgatóságnak. És most pedig szeretném felkérni Asztalos Tamást, Aszódváros művelődés szervezőjét, a kiállítás megálmodóját és rendezőjét, hogy tartsa meg megnyitó beszédét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Elmesélek Önöknek egy történetet, ami itt, ezek között a falak között történt. Podmaninszky uram fáradtan tért haza. Hosszú volt a kocsi út Pestről, meleg is volt, por is volt, és a megyeházán is, mint mindig, akadtak problémák jócskán. Mentéjét levéve, dolmányát meglazítva kiült az udvarháza elé készített székbe, hátradőlt, és hosszú, emésztő gondossággal mélázott az idő fogyékonyságán. Elnézte, hogy a kocsisa kifogatol, lengedező szellőben megérezte lovai verejtékét, hallotta jobbágyai kutyáinak csaulását, de egyre távolabbról érkeztek hozzá a közeli, és a falu felől fölszemtelenkedő zajok, így bársonyos könnyességgel érezte, ahogyan az arcát végigtapodja a lenyugvó nap árnyéka. A toszkán tájak melegségét árasztotta az est, azt a szőlőtérlelő jövőt építő melegség, ami csak a jó szándékú emberek környezetében érezhető. Az álom Podmaninszky István őse képében elevenedett meg, annak a nyitrai püspöknek a képében, aki aláírta a Rákosi országgyűlés végzéseit, aki részt vett a mohácsi csatában, s túl is élte azt, aki fölhelyezte Szapolyai János fejére a koronát, de hogy ne lehessen páslóskodónak nevezni, ezért első Ferdinándot is ő koronázta királlyá, megállt a báró úr álma kellős közepében, és a kezében nyomott egy ezüst dénárt és egy ezüst obolust. Podmaninszky uram a dénárt az egyik, az obolust a másik tenyerére helyezve látta, hogy mindkettő hátoldalán a Madonna Jézus tartja a karján, és látta kastélyában a koronázási ékszereket, amelyek egykoron a magyarság királyait ékesítették. Az álom nem suhant el, folytatódott, de furcsa dolog történt. A pénzérmék ketté voltak törve, és mindkettőnek csak az egyik felét látta, amikor beletekintett a markába. Csodálkozása közepette érkezett meg hozzá Antonius mester, a kőműves, aki a templom építésén dolgozott éppen. Mesterem, szólította meg Podmaninszky uram maga, világlátott ember, mit jelentett Morpheus üzenete? A kőműves figyelemmel végighallgatta a kenyéradója álmát, majd tagolt, szépen ejtett szavakkal a következőt mondta. A két pénzérme, a két fiút, Jánost és Sándort akarja, a két ágon megeredő családot. Maga az érem megjövendeli, hogy lesz a családban valaki, aki érméket ver majd. Podmaninszky István a család ősiségét, nagyságát, méltóságát jelenti, az elődök hagyományozódó tiszteletét. Itt szünetet tartott beszédében, majd félénken folytatta. A kettétört pénzérme kicsit szomorú jelentést hordoz. Mondja-e, Podmaninszky uram? Éreztem, válaszolt a földes úr, s tekintete beleveszett a szemközti dombok lankáiba. Álmában egy létrán haladt fölfelé, nem ismerte föl a teret, csak akkor jött rá, hogy az aszódi templom tornyában van, amikor megpillantotta a harangot, amit fiai vállalkozása során az új toronyba emeltek a haranglábból, abban az időben, amikor Hajnóczi József édesapja Sámuel volt a lelkész Aszódon. Aztán gyorsan múlt az idő, majd 300 nyár múlott el azóta az álom óta, és az evangélikusok abban a 2012-es esztendőben újra nagy feladatnak gyűrköztek neki Aszódon. A lelkész úr vezetésével hozzákezdtek a templom műemléki felújításának. Még a templom tornyát is leemelték a helyéről, és adományokból még toronyórát is szereltettek, hogy a híveknek és a többi embernek minden órában örömöt szerezzenek a harangozással. Harajka Pál, ki hosszú időn keresztül
bearanyozta kollégái mindennapjait a munkahelyén, lett az éjjeli őr. Egyik este kíváncsiságtól hajtva, fölmászott a lemelt torony helyébe, s szemébe, mint egykor a város uraságának megpihentek a bagilankák fölött gyülekező felhők. Valami csillogott az egyik gerendában, Pál odahajolt, s a bicskájával kifordított egy kettétört pénzérmét, majd egy másikat is. Jó lesz, még valamire gondolta, s elrejtette a bukszájában. Néhány héttel ezelőtt találkoztam vele, tolt a kis kerékpárját, kormányon a szatyorral, benne a kisüveges pálinka a démonok ellen, reggelire a kevéske tej a macskáknak, délutánra a flaska bors, a csokoládé az unokáknak. Említette, hogy talált két érdekes pénzt a templomban, de sietett, legközelebbre halasztottuk megvizsgálásukat. Súlyos szél fújt azon az éjjelen, amikor Podmanicki úrom látta a jövőt, és abban a jövendőben látta, ahogy a Mányoki Ádám megfesti majd a családját, de Sándorka fiát nem, mert ő még akkor csak egy éves lesz, de akiről egyik dédunokája, Frigyes báró majd azt fogja írni, hogy békét és műveltséget kedvelő férfi volt, aki sok pénzt költött a szénbőszetekre. Látta, amint fiai fölszolgálnak Mária Teréziának a gödöllői Grassalkovics gróf kastélyában, s látta, amint második József átadja bárói koronát fiainak. És látta, mint unokája József tudossá cseperedik, s hallotta Berzevici Gergely szavát, kétlem, hogy századunk 10 ilyen színvonalú embert hozott volna létre. József vonzódott a művészetekhez, elsősorban a zenéhez, és az ő házában játszott először nyilvánosan a 7 éves Liszt Ferike. Látta szép unokáját, Pált, aki 18 nyelven beszélt, és látta Károly unokáját, aki egyszer Goethével ebédelt, és akinek első felesége korábban Novalisba volt szerelmes, második felesége azonban a Szász király miniszterének leánya volt. Kettejük lánya Júlia szerelme, majd férje, a szabadságharc hőse, a halálra ítélt Jósika Miklós báró volt. Podmanicki uram látta, mint Júlia testvérének szobrot emelnek, akit Krúdi Gyula Budapest vőlegényének titulált, s Ármin testvére cigánybandájáról, Berkes Lajosról, s magukról is utcát neveztek el a befogadó aszódiak. Így ül Podmanicki uram álmai pamlagján a kastély előtt, az ősi fészek lebontott korlátja mögött, s látja, hogyan a víz fölemészti a vakolatdíszeket, s a téglavetőjében kiégetett tégláit málasztja, s látja a kastély mögött burjánzó növényzetet, a megsüppedő jungfolyosót és a lepattogzó freskót Sándor báró dísztermében, látja, hogy hasztalan múlnak az évek, s elszomorodik. Milyen aprólékos gondossággal tették dolgukat évszázadokon keresztül mindannyian, s irigykedve szomorú, mert ismerősei kastélyai Morvaországban, Csehországban, de még Ausztriában is régi pompájukban díszelegnek. Kicsit haragossá is tették a romlás virágai, de elesettette magától a rossz érzést, ettől megnyugodott, s újra elszenderült. Szendergésében látta, hogyan Krakker mester az állványán fekszik, s a kéz freskóját szemléli, majd egy fotós lát, aki a díszterem padlóján fekszik a freskó geometriai középpontja alatt, s látja, ahogyan a mester leteszi az ecsetjét, s a fotós magára ereszti a gépét, mert elkészültek. És az álom egyre édesebbé válik, mert látja Ármin báró dédunokáját, egy erős, szelíd, de markáns tekintetű embert, akinek kezeméhéből gyönyörű nők illatoznak elő, és akinek lányai a szülőkhöz hasonlóan, s többi más rokonhoz hasonlóan művészként élik életüket, és lát egy embert, aki fűtőként dolgozik azon a helyen, ahol korábban vezető volt, de miután nem fért bele a főnökei elképzelésébe, ledobták néhány évtizedre a pincébe, ahol ő alázatot tanult és művésszé lett, s lát egy embert, akit Boldog Romzsa Tódor halálos ágyán, mielőtt meggyilkolt az NKVD megáldott, így ő viseli a boldoggá avatott görögkatolikus püspök utolsó kezenyomát, s az áldás végigkísérte majdnem az egész életén át. S lát egy embert, aki meglett férfiként, favágóként kezdett festészetet tanulni az egyetemen, majd látja őt postás biciklién, a folyóiratokat és napilapokat cipelve a Besnyői hegyoldalon, elrévedő tekintettel a kegytemplom tornyáról messze repülni, s lát egy embert, aki a hatalmas akvarell festményekkel ajándékozta meg a világot, de a sors neki nem engedte meg, hogy kiteljesedjék. Ekkor Podmanicki báró megrázkódott, de gyorsan újra átkarolt az édes álom, mert látta, hogy annak a festőóriásnak a fia szintén gyönyörű koronát bont,
amelynek áttűnéséből Luther Márton élete rajzolódik ki, s lát egy embert, aki olvasztékokból formál szobrokat, s aki április 1-én esküdött örökhűséget a feleségének, s akinek a fia tiszteletből és szeretetből követte szülei csínyét, s lát nagyon sok kedves embert, akik ott állnak előtte a kastélyában, s látják az általuk fölöltöztetett teret, s látják, amint az a fölöltöztetett tér szimfóniává komponálja az alkotásaikat. Súlyos szél fújt azon az éjjelen is, amikor a múlt héten Pált, az éjjeli őrt eltemették. Pál magával vitte a rossz álmok kettétört pénzérméjét, hogy soha többé ne térjenek vissza. Remélem, hogy volt munkatársam, megmentette a podmanickiak évszázad és hagyadékát a rossz szellemektől, és így visszatérhet a kastélyba, az ősi fészekbe újra a feltámadás, a boldog gyermekkor és a cél, amiért érdemes élni és küzdeni. Podmanicki uramnak, összes leszármazottjának, minden kiállítónak, minden támogatónak és látogatónak, és mindazoknak, akik aggódnak az aszódi kastély sorsáért, tisztelettel ajánlom figyelmébe Morpheus galériáját, azt a helyet, ahol az álmok megvalósulásához a művészet ajtaján keresztül vezet az út. Köszönöm szépen. Thank you.